A magyar kormány a következő másfél hónapban 380 ezer hektár állami földet bocsát árverésre. Ez a terület 7,5-szer nagyobb, mint Budapest. Közel 300 milliárd forint az értéke. Ángyel József kritikája után megkérdeztük a magyar kormány leginkább szakavatott emberét, a Földművelésügyi Minisztériumban az állami földekért felelős államtitkárt, Bitay Mártont. Arra voltunk kíváncsiak, hogy ha nem lesznek ezentúl állami kézben termőföldek, akkor mit üzen azoknak, akik 20 év múlva szeretnének fiatal gazdaként mezőgazdálkodásba kezdeni. Kedves fiatal gazda, légy szíves, gyere ide, vásárold meg ezt a földet. Egyébként adok hozzá neked hitelt is, egy nagyon jó kamatozású hitelt. Vedd meg ezt a földet, legyen a saját tulajdonod ez a föld. A föld tulajdonnál, ha most földművelésről beszélünk, hatékonyabb eszközt nem tudok elképzelni, mint hogyha a kormány azt mondja, hogy tulajdont adok neked, nem ingyen, egy nyilvános árverésen, ott neked meg kell nyerni ezt az árverési feltételt. De későbbiekben elveszti az állam ezt a képességét, ez amennyiben túl... nincsen ilyen. Én azt gondolom, hogy vidék fejlesztése szempontjából az, hogy nekem a 6 millió hektár mezőgazdasági művelési ágú magyarországi összes termőföldből van-e 380 ezer hektár állami tulajdonom, avagy nincsen, az teljesen indiferens. Az árverésekkel a legértékesebb területeitől válik meg az állam. A közvagyon magánzsebekbe való juttatása azokat segíti, akik már így is eléggé tőkeerősek. Sokak szerint az, hogy az első Orbán kormány piszkos 12 állami gazdaságot kiosztotta, és ahogyan a második Orbán kormány a földbérleteket pályáztatta, az is ennek a tőkekoncentrációs folyamatnak a része volt. Ezért megkérdeztük az államtitkárt, hogy mikor merült föl az állami földek eladásának ötlete. Az igény az nagyon-nagyon régóta. Én 2014. január 1-je óta vagyok a birtokpolitikai tanácsnak az elnöke, és az államtitkári munkám mellett látom el ezt a feladatot. A legfőbb kockázat a földeladások kapcsán, hogy folytatódik a birtokkoncentráció, mert a legtőkerősebb emberek viszik majd el a földeket. Az volt a kérdésünk az államtitkárhoz, miként akarják megakadályozni, hogy oligarchák kezébe kerüljön a föld strómanokon keresztül. Így van, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, mert akkor, tehát akkor az úgy nem lenne jó, hogyha ez beleférne, vagy ebben lehetne játszani. Először is van ez a 20 éves elidegenítési és terhelési tilalom. Ön ezt komoly garanciának értékeli, hogy ez csupán egy kormányrendeletben van meghatározva? Nem, az abszolút nem komoly garancia. A komoly garancia az, hogy ezt a szerződésébe bele fogjuk építeni, és rákerül a tulajdoni lapra. Abban igaza lenne, hogy ez egy kormányrendben így még kevés, de ez minden egyes adásvételi szerződésben benne lesz, és ezt be fogják jegyezni a földhivatalba a tulajdoni lapra. Na, az már viszont bőségesen elegendő garancia. És ennek a két elemnek a, hogy is mondjam, jogi garanciáját biztosítja az állami visszavásárlási jog. Tehát ha én így szeretném kijátszani, hogy ne azt mondjam, hogy én ha egy oligarcha így szeretnék kijátszani, akkor ugye neki a legbiztosabb, ha minden településen, ahol vásárolni akar, ott azon a településen, ahol a föld van, ott van neki egy földműves trómanja, akiben annyira megbízik, hogy mindenféle papír nélkül ad neki, hát mennyi pénz, ha mondjuk oligarcha szeretne sok földet venni, akkor adott esetben több 100 millió forintot. Hát kölcsönszerződést is köthetnek egymás között. Hát de nem tudja bejegyeztetni a terhelési tilalmat a földterületre. Tehát attól ő még a földet nem fogja megszerezni, hogy a kölcsönnel az illető stróman, aki ugye csak egy láncszem, az bebukik, vagy nem akarja visszaadni, mivel elidegenítési tilalom van. Tehát adni kell neki zsebbe mindenféle papír nélkül adott esetben több 10 vagy több 100 millió forintot. Minden helyi licitet meg kell nyerjen, és mindenütt még, miután a helyi licitnek vége, ezt az adásvételi szerződést kifüggesztik, és arra még a helyi földművesek rá tudnak jelentkezni. Tehát még arra is figyelnie kellene, hogy Isten őrizzen, legyen egy állattartó szomszéd, aki meg rájelentkezik erre a liciten megnyert földre, és elviszi. Plusz, még ott van az ötödik elem, hogy Isten őrizzen, hogy szegény stróman meghal a 20 év alatt. És azt mondja az örökösse az oligarchának, hogy kerülsz, sose láttam. November 16-án indulnak az árverések. Elsők között a Simicska Lajos által bérelt földek kerülnek licitre. Hiába módosított törvényt a kormány, az oligarcha bérelt földjeire nem vonatkozik a bérleti díjemelési lehetőség, ezért csak neki éri meg megvenni ezeket a földeket. Ezzel párhuzamosan több politikai szervezet is jelezte, hogy ott lesz az árveréseken. Megkérdeztük az államtitkárt, hogy mire számít. Érdektelenségbe, hogy botrányba fognak fulladni a licitek.
Hát most nagyon-nagyon érdekes, mert vidéki emberként én nagyon remélem, hogy nagy érdeklődés mellett jó áron fogjuk tudni a magyar gazdáknak odaadni ezt a termőföldet. Ezzel szerintem végérvényesen megoldva azt a dolgot, hogy nem külföldiek, nem spekulánsok, nem magyar földművesek veszik meg a földet. Szerintem lesz botrány. Ami egy nagyon érdekes botrány lesz, mert a földművesek venni szeretnének. Aki meg akarja akadályozni az árverést, annak ugye nem engem, vagy nem a kormányt kell megakadályoznia, hanem majd az oda megérkező földműveseket meg kell meggyőzni, hogy mégse vegyen földet. Hát lelke rajta, ha ezt ő meg tudja csinálni, tegye, ha azt gondolja, hogy ezzel bárkinek segít. Kormány váltig állította, hogy nem juthat külföldiek kezébe a magyar föld. A kormányrendelet viszont ellentmondott a földtörvénynek az ügyben, ezért az ellenzéki pártok az Alkotmánybírósághoz fordultak. Na de mi magyar emberek vagyunk. Hát azzal támadunk meg egy programot. Összefog, MSZP, DK, bocsánat, a DK is, de a DK is azt hiszem aláírtam, az összes ellenzéki képviselő aláírta. Jobbik, LMP, hogy az a probléma, hogy a kormány szűkíti a törvényt, és csak magyar állampolgároknak engedi megvásárolni a földterületet, ez azért azt gondolom, hogy nagyon messze menne. És erre mondom én, azt gondolom jogalappal innentől kezdve, hogy egy gazdaellenes ellenzék állt össze, aminek az a célja, hogy külföldiek tudjanak földet vásárolni. Az interjú készítése után a kormány módosította a rendeletet, így lehetősége lesz az uniós állampolgároknak is földet vásárolni. A törvényileg kötelező helyi földbizottságok másfél éve nem álltak fel, így a helyieknek érdemben nem lehet beleszólása abba, hogy kik szerzik meg az állami földeket. Ügyvédek, politikusok lettek gyors talpon földművesek az utolsó hetekben. A teljes interjút a SoundCloud-on meghallgathatod. Kövesd a földrablás részleteit az átlátszóban.